Sziasztok! Nincsen túl sok mesélni valóm, úgyhogy nem is fogok túl sokat zavarni. Először is kezdjük a tegnappal, ami a ma holnapja. Spanya Julcsi brühühű hiányozni fog, de erre majd később térök ki. Szóval térek ki. Ami volt tegnap, az volt, hogy Sassy megkért, hogy Sassy a bunyózó szétásom, megkért, hogy töltsek le neki egy filmet. Ezt én persze nem tudom megcsinálni, mert Rita az, aki tölt le filmet, nekem is, meg mindenkinek, de nem ez a lényeg. Szóval megkért rá, hogy töltsem le amikor találkoztunk, 2007-es variációját. Jaj, háttérbe Disney csatorna megy. Na, szóval azt kellett volna letöltenem, de nem tudtam letölteni. Azt, hogy le fogom-e tudni tölteni, vagy nem, ezt tegnap este olyan 10-11 óra felé tudtam meg, mert csak akkor tudtam felhívni Ritát, illetve akkor jutott eszembe, úgyhogy nem is küldtem el neki, mert sem nem hívtam fel. Ami még nagyon gázos volt, hogy nem volt netem, úgyhogy nem bírtam fölmenni Facebookra, mert pedig ő szegénykém írt nekem levelet, hogy mára kellett volna neki a film, hát de így járt, mára csütörtökre, azt se tudom már milyen nap van. Ma dolgozott írtam kettő tantárgyból, az egyik a játék tevékenységek, másik pedig a... mi is volt az? Játéktevékenység és a mozgásfejlődés, azt hiszem. De franc tudja. Igazából négyből kellett volna dolgozatot írni, de ebből lett kettő. Sőt, úgy volt, hogy hármat írunk, már a végére, de aztán az elmaradt, mert túl sok osztályfőnök ízé volt. Igen, ez így elég hülye hangzik, nem érdekel. Tudom, hogy sok az ő benne. Ja. Mindegy. Szóval az a lényeg, hogy írtam kettő dolgozatot. A játéktevékenységek az szerintem az lesz egy 4-es vagy egy 5-ös. Az a igazság, hogy alig volt benne hiba végül is. Tehát amit a tanár lediktált nekünk, azt én tökéletesen szépen leírtam dolgozatba. Csak egy-kettő dolgot írtam át, amit ő lehet, hogy nem fog díjazni. Egyébként eléggé pikkel rám, mert órán én rajzolgatok, de hát nem érdekel. Ha ez nekem így esik jól, akkor most méne. Igen, hülye felfogásom van, hát így jártatok, meg így jártak a tanárok is. Holnap, meg holnap után megint dolgozatot írok, ez az. Ja, amúgy tegnap úgy volt, hogy megyek dolgozni, de nem mentem. Itthon maradtam tanulni, tök fölöslegesen, de végül is nem bántam meg, mert tényleg tanultam, kiderült, hogy Nickelodeon helyett most Disney Channel-ünk van, úgyhogy most élvezhetem Phineas és Ferbet, már úgyis régen láttam, pont az megy egyébként. Tök zsír. Ami még lényeges, az az, hogy, ja igen, holnap gyermekotthon dokumentáció, holnap után pedig leszek olyan kedves és drága és aranyos és szép, hogy írni fogok demonstrációs gyakorlat óra helyett valami... miből is írok? Hát egy elég érdekes tantárgyból, aminek az a neve, hogy gondozónői attitűdök. Mondjuk nem ez a tantárgy neve, de ebből írunk. Jó, hát ez az anyagyat sem tudom. Pedig három betű. Ja, igen, Kálinká. De hogy mit jelent, azt ne kérdezzétek, az első két szót, azt tudom. Kisgyermek nevelő K. De hogy az mi? Na mindegy. A vicc az egészben az, hogy Keiko hozzám se szól. Mondjuk nem, mintha annyira keresem a társaságet, de ez a végés ügy miatt nem szól hozzám. Mondjuk én nem is annyira bánom. Most minek erőltessem, én úgy vagyok velem. Ha nem szól hozzám, nem szól, így járt. Kihasználni engem nem fog senki se, én most már ezt így eldöntöttem. Úgyhogy most valamilyen szinten büszke is vagyok magamra, hogy ennyire változni tudtam. Elvégre régebben, hogyha Keiko megbántott,
másik blogját, amiben azt írta, hogy szeret velem lenni. Na hát ez nekem nagyon jól esett, de komolyan. Hát ilyet például Keiko ebbe az 5 évbe egyszer sem mondott. Tehát mondta, hogy jaj, szeretlek, jaj, izé, meg lávcsi, és akkor szíveket küldött, de ez mögött úgy érzem nem is volt semmi olyan hú, de nagy érzem. Tehát inkább ez a kihasználás, hogy jaj, jó van, szórakozunk egy kicsit, átvénik, hát ha majd izé használt veszük valamikor, például rajzházinál, vagy hogyha ki kellett pártolni valakinél, de nem. És Masi pedig, én érzem tényleg, hogy jól érezzük magunkat együtt, meg minden, és ez nekem ez így jól esik. Nem tudom, hogy hogy van vele, de nekem ez így határozottan jól esik, úgyhogy köszönöm szépen neki. Ami még érdekes, hogy nem is érdekes, hanem, de érdekes, mert Danyának, most én Danya, igen, jó hallottatok, Danya, ez a banyából eredt. Ő egyébként szintén egy osztálytársam, akit nem igazán szerettem első 4 évben, de most, hogy szakmába kerültünk, jobban mondom, a szakképzőbe, és szakképzőbe kerültünk, és mit akartam mondani, azt tök jó lenne tudni. Ja igen, hogy hatásak lettünk, így kicsit közelebb kerültünk egymáshoz. Nem vagyunk hú de jó barátnök, sőt még barátnőnek sem mondhatjuk a másikat, de mégis én úgy érzem, hogy egy picikét azért jobb a viszonyunk, tehát beszélgetünk, tanácsokat adunk egymásnak, és nekem azért ez is valami. Tehát nem minden emberrel megyek oda, és akkor, na, hello, szavasz, cső! És tehát érzem, hogy egy picikét azért dia is megváltozott. Lehet, hogy pozitív irányba, lehet, hogy negatív, én már ezt nem tudom eldönteni, mert már, Jézusom, már történtek olyan dolgok, hogy ma elintéztem, hogy a telefonomra 3 hónaposan ma kézkampec vagyok, szóval 3 hónapig ingyen lehessen nekem, mivel én panonos vagyok. Hát ennek nagyon örülök, mit is kezdjek vele. Szóval az a lényeg, hogy most már lesz 3 hónapig netem. Yeah! Úgyhogy tök büszke vagyok magamra, egyedül el tudtam intézni, és csak pénzembe se került, úgyhogy jó vagyok. Hétfőn voltam inviteles koncerten. Egyébként ez nem is ilyen inviteles koncert, mert hülyeséget beszélek. A központban volt egy színpad felállítva, ahol végül is ezt az invitelt mutatták be, ami egy új szolgáltatás, nem tudom mi, az is annyira nem is érdekel. Wolf Kati és Vaslak Csaba lépett föl rajta, hol az egyik, hol a másik, aztán megint a másik, aztán megint a harmadik, szóval, ja. És Wolf Katit én nagyon szeretem, mondjuk nem annyira, mint Masi, de nem baj. Vaslak Csabával mondjuk nekem nincsen semmi bajom, szerintem jóképű, bár ugyanakkor a nagy a pofája. Volt a sulba, Jézusom, ne. Na mindegy, de ennek az egy dolognak legalább értelme volt, hogy elmentem a koncertjére, ugyanis szereztem, minek? Jobban mondom, Masinak. Masinak egy Wolfkat is, autogramos kártyát, aláírva, nem tudom, hogy forgassam már, hogy jó legyen. Szóval igen, ezt fogja megkapni tőlem, annak köszönetében, hogy ajánlotta nekem, hogy elmehetek vele Lengyelországba, ami egyébként szintén jól esett nekem. Nem tudom, hogy most azért hívott el, mert hogy a többiek nem értek rá, mint például Ivel, Zsuzsi, Kitti, vagy hogy csak nekem volt rá pénzem, de lényegében azért tényleg jól esett, hogy én ugye nem tudom ennek a következményeit, de az első, akire gondolt, az én voltam, és nem is akarom tudni, hogy volt. Nekem ez így jól esik, és kész, susz, fasz. De mondjuk, hogyha nem én lettem volna az első, akkor is örültem volna ennek a felkérésnek. Elvégre, hogyha nem lennénk jóba, vagy valami, akkor eleve nem is kért volna meg rá, hogy na, figyelj már, gyere már velem Lengyelországba. Tehát, és ez is egy hirtelen ötletből jött. Mondjuk ezt a Solia szervezi. Hétvégén kon lesz, Mondókon. Ezt nem tudom, hogy mennyien tudjátok.
nadrág szűköse lesz, vagy póló, vagy valami, én attól még nem fogom bánni, mert Lengyelország, és mehetek, és ráadásul mosiban is, és ez tök jó. Szóval, de azért aggódok, hogy azért csak lengyel már nekik munkájuk, mert na, tök jó munkaerők. Most nem azért, hogy reklámozzam őket, de egyébként tényleg. Meg azért milyen lenne már, tehát nekik is beszokni egy új közösségbe. Na jó, most egy kicsit önző vagyok, de lényegében lényeg, hogy azért nem kéne. Na, nektek se lenne jó dolog, meg jó sorsotok, hogyha szüleitek így hip-hop így. Na jó, van ki vagy rúgva, azt akkor hello. Tehát ők csak hova menniük sincsen nagyon. Mert lehet, hogy van nekik valami ismerősük, vagy ismerettségük, amivel tudnának valahova elhelyezkedni. Például apának ugye van másodállása, de az olyan, hogy időközönként van. Meg ez nem is hivatalos állás, csak így szórakozásból javítgatja nekünk ott lenne monitorokat, és akkor azzal keres egy kis pénzt. Meg szokott menni ezekre a hülye CNC találkozókra. Nem tudjátok, hogy mi az? Igazából én sem. Nem baj, keressetek rá a Google-be, azt akkor megtudjátok. Na, ennyi fasz.